69 éves korában elhunyt Alan Rickman Golden Globe és BAFTA díjas színész. Halálának oka a rák volt. Bár a színházban már régóta nagy elismerésnek örvendett, első filmszerepét 42 évesen játszotta el, a Drágánad az életed rossz fiújaként pedig azonnal kultikus státuszt vívott ki magának. Továbbá legendás alakítást nyújtott a Dogmában, a Harry Potter Piton professzoraként pedig egy egész generáció gyermekkorát határozta meg. Nyugodjék békében! A The Witcher 3 vezető írója szerint a soron következő Blood and Wine kiegészítő még az alapjátéknál is lebilincselőbb élményt nyújt majd. Elmondása szerint ebben lezárják Riviai Geralt történetét, ugyanis főszereplőként ez lesz az ő utolsó küldetése. Továbbá a harmadik rész megjelenése után érkezett visszajelzéseknek köszönhetően sikerült még egy az alapjátéknál is jobb dolgot összehozniuk. A Blood and Wine körülbelül 20 órányi játékidőt ígér. Rég volt már olyan nyílt a verseny, mint a 88. Oscar-díj jelöltjei között, hiszen a díjszezon elején még egyértelműen a Tiltott szerelemről szóló Carolt tartották a legesélyesebb befutónak. Később az erre tört a pedofil botrány kitárgyaló Spotlight, egy nyomozás részletei, majd a 2008-as hitelválságot körbejáró A nagy dobást kezdték el sztárolni. Erre a Golden Globe-on a Visszatérő zsebelte be a legtöbb díjat. A Saul fia pedig a legjobb idegen nyelvű film kategóriában indul a szoborért. A jelöltek teljes listáját megtaláljátok az oldalon, az Oscar gála február 28-án veszi kezdetét. Ne feledjétek, hogy oldalunkon már megtekinthető a 2015-ös Aranymálna jelöltek listája, újabb 5 félelmetes perc a Perceptionből, valamint olvasható 2016 legjobban várt PlayStation 4 játékairól szóló összeállításunk is. Ez volt a január 14-i Daily Fix, én Szilvi voltam, kövessétek továbbra is az IGN-t!